Városrészi adventre várták az érdeklődőket vasárnap délután, advent második vasárnapján. Egy héttel ezelőtt a Vasmiút mögötti terület, most pedig a Váci utcai kisposta előtti tér népesült be. És szó szerint benépesült, ugyanis nagyon sokan gondolták úgy, hogy az ünnepi készülődést, az ünnepi hangulatot ott és együtt töltik. Az én szívem mindenképpen felüdült, hogy ennyi gyerek töltötte meg a teret. Közel 200 gyereket vendégelt meg a Mikulás különböző csomagokkal, Mikulás csomagokkal. A hatalmas, csodálatos óvodáink fellépőjét tisztelhettük, gyönyörű dallamokat varázsoltak, illetve verseltek, ezért természetesen a télapó őket is megjutalmazta. Városrészünk adománykuckója menetrendszerűen készül forró teával, forró borral, zsíros kenyérrel és egyéb apró pici gyümölcsökkel, aki kilátogat a rendezvényeinkre. A rendezvény egyik legnépszerűbb vendége egyértelműen a Mikulás volt. A gyerekek tekintetét tulajdonképpen lerobbantani sem lehetett a jóságos tél apóról. Természetesen nincs gyermek és Mikulás találkozása ajándék nélkül, ezúttal is így történt. Egy kis vers, egy mondóka, vagy legalább a jó voltál-e az idén kérdésre adott pozitív válasz, már ajándékot ért, mint mindig. Ráadásul a római városrésziek, ha minden igaz, a valódi Mikulást utaztatták Dunaujvárosba, hiszen minden porcikájában úgy nézett ki. Természetesen a nagyobbak sem maradtak program, illetve finom ételek és italok nélkül. Évről évre egyre többen jönnek ki erre a programra. Ugye múlt héten volt a városrész egyik másik pontján, egy, ahol szintén sokan voltak. Itt most még többen vannak, és hát az előzetes várakozások is azok voltak, hogy sokan lesznek, hiszen már várták az emberek, hogy majd megtörténjen ez az adventi esemény. Ugye advent második vasárnapja van, a remény gyertyáját gyújtottuk meg, és nagy örömömre szolgál, hogy rengeteg sok gyerek jött ki, és hát egy igazi Mikulással tudtak találkozni, aki a szép versek és énekek után minden egyes kisgyereknek ajándékkal tudott kedveskedni. A 10. római advent láthatóan jól sikerült, és a kilátogatók jól érezhették magukat.